Üdvözlök mindenkit sok szeretettel itt ezen a fesztiválon. Arra kértek, hogy beszéljek a jóga és az emésztés kapcsolatáról, hiszen most itt egy íz- és gasztro fesztiválon vesztek részt, ezért aktuális a téma. Amúgy is aktuális a téma, hiszen enni mindenki szeret, ugye? Halljuk meg őszintén, az evés ez egy nagyon fontos dolog, és hogyha jót teszünk, az jót tesz még a tudatunknak is. És azért érdekes ez a téma, hát az ajurvéd és a jóga rengeteget beszél az emésztésről. Igazából azt mondja, hogy ha az emésztés jól működik, akkor az egész test egészséges és erős lesz. És az ajurvéda, ugye az indiai orvoslás természetgyógyászat, az ajurvéda, az emésztésből indítja az anyagcserét, a méregtelenítést is. Tehát az emésztés, anyagcsere, méregtelenítés, kiválasztás, ez így egy nagy kupac. Egyik hat a másikra. És igazából az emésztésnek két része van, ezen ajurvéda tanítása szerint. Az egyik része az elsődleges emésztés. Elsődleges emésztés az, ami történik a száj, a gyomor és a bél traktusban. Amikor is ugye megrágjuk az ételt, nyállal keveredik, jön a gyomorba, gyomorsavval keveredik, szétbomlik részeire, és aztán megy a belegbe tovább, ahonnan aztán az felszívódik. Ugye ez az elsődleges emésztés. A másodlagos emésztés, ez pedig a sejtszintű emésztés. Hiszen amikor ezek a tápanyagok lebomlottak, akkor a csatornákon keresztül, amit az ajurvéda azt mondja, hogy sróta, csatorna minden, ami szállít vagy visz valamit. Akkor ezeken a csatornákon keresztül elmegy a tápanyag a sejtekhez, és akkor sejt szinten is történik egyfajta anyagcsere. Az anyagcserét azt jelenti, hogy a sejtekhez elmegy a tápanyag, és aztán kijön a méreganyag, meg az anyagcsere termék. Ugye minden egyes emésztési folyamatnak lesz ilyen anyagcsere terméke, ami aztán kiválasztódik. És akkor az emésztéshez tartozik így akkor a méregtelenítés és a kiválasztás is. Ez így jobb? Jobb, igen. Hallom, hogy jobb. Kicserélték. Tehát akkor az elsődleges emésztés az, ami a bélrendszerben történik, a másodlagos emésztés, ami a sejtszinten történik. És a jóga mind a kettőbe tud nekünk nagyon jól segíteni. Hú, hát itt rengeteg fogalom jut eszembe, amit próbálok anyagolni, hogy könnyebben el tudjam nektek mondani és értsétek. De igazából az emésztéshez vannak különböző energiák, amik segítenek. A dósákról hallottatok már? A dósák ezek ilyen energiák, amik irányítják a, nem csak a testet és az elmét, hanem a természetet is. Az öt őselemből állnak ezek a dósák. Az öt őselem az a föld, víz, tűz, levegő, éter. És amikor a föld és a víz elem egyesül, akkor létrehozza a kappa dósát. A kappa dósa az a energia, ami a földnek és a víznek a tulajdonságai, biológiai energiáit hordozza magába, és nem csak hogy hordozza magába, hanem érvényesít ezen hatásokat is, vagy a testben, vagy a természetben. És a föld az kemény, szilárd, rázatat, a víz az folyik, nedvesít, párásít, tehát a testen belül is így lesz jelen a kappadósa. Az emésztésnél a kappadósa az pont a raktározást fogja végezni. Tehát amikor a tápanyag lebontásra kerül és valamit nem használ fel a test, akkor azt elraktározza. Ebben a kappadósa játszik szerepet. Aztán van a következő, az a pittadósa, amikor is a tűzelem, meg valamennyire a vízelem egyesül, akkor azt hozza létre a pittát, és a tűzelemnek a tulajdonságait hordozza magába, ami ugye meleg, hőt ad, energiát ad, lebont, átalakít, az a pitta. A testben is így lesz jelen, leginkább a pittadós energia fogja végezni az emésztést és a lebontást. És akkor van még a nekünk az éter és a levegő elem, amik ha összeállnak, akkor együtt alkotják a vátadósát. És akkor a vátadósa, mivel a levegő és az éter adja, ez egy nagyon könnyű, mozgékony, száraz, átható, szétterjedő. A vátadósa az emésztésen belül a szállítást fogja vezényelni, tehát mozgatja a tápanyagot befelé, meg kifelé is, illetve működteti a bél perisztaltikát, a felszívódást. Ez a váltadósának a szerepe. Tehát mind a három részt vesz az emésztésben, de a fő energia, ami az egészet működteti, ez a pitta lesz, a tűz. A tűz az, ami le tud bontani. Csak gondoljatok egy tábor tűzre, ugye?
akkor ott van a fa, és van a tűz, és akkor mi lesz belőle? A fából lesz hamu, ugye az anyagcsere termék, meg füst, meg egy kis pára, gőz, attól függ, mennyire nedves a fa. De maga, amit kinyerünk a tábortűzből, az a fény és energia és a hő, ugye köré ülünk és megmelegszünk. Ugyanígy a test, amikor az élelmet, a tápanyagot lebontja, akkor az energiát nyeri ki belőle, amely energia aztán működteti a testünket. Az anyagcsere termékek pedig, amik aztán kiválasztásra kerülnek, anyagcsere termék, így a széklet, vizelet, izzadság, de egyébként még ide tartozik a fűzsír, a könny, csipa, orrváladék, lepedék, ezek formájában is kiürülnek ezek az anyagcsere termékek, illetve a méreganyagok. A méreganyagok azok az anyagok, amik nem oda valóak a testben, és ki kell választani. És nagyon fontos, hogy egyrészt ez a pitta dósa jól működjön, hogy a tűz erős legyen. És a pitta dósának van egy ilyen, az al energiája, al tüze, amit agrinak hívnak. Tehát a pitta dósa az, ami a tüzet működteti, felügyeli, de a tűz maga az az agni. Értitek? Olyan, mint van a tábor tűznél a felelős, aki rakja a tüzet, az a pitta, és maga a tábor tűz az az agni. Ez így követhető? Tehát a kettő nem ugyanaz, de összefügg egymással. És a testben van mindig egy ilyen agni, egy ilyen tűz, ami nem lángol, mint a tábortűz, de van átalakító ereje, lebontó ereje. Ezt egy ilyen kémiai, biológiai, oxidációs folyamatnak képzeljétek el, ezt a tüzet, ami a testben van. Úgyhogy nagyon-nagyon erős a tűz, ez nem jó, mert ez belülről felemészt minket, gyulladásos betegségeket tud okozni, de az se jó, hogyha nagyon enyhe az a tűz, mert akkor nem működik az emésztés, meg nincs energia. Az a jó, mikor így pont jó, mondjuk így középerővel van, karban van tartva, és ideálisan működik. És ehhez szükséges egyrészt az étrend, hogy megfelelő legyen, a megfelelő pihenés és mozgás aránya, hogy jelen legyen. Az étkezést azt mondtam, tehát hogy minőségi ételt tegyünk, igen, az nagyon fontos. Az itt van, szétnézettek, csak ilyen ételek vannak. Ugye az ajurvéd a vegetarianizmust ajánlja egyébként. Tudom, rögtön azt szokták kérdezni, amikor így mondom ezt, hogy a vegetarianizmus az ajánlott, meg hogy én is az vagyok, és aki nem az, rögtön azt kezdett, hát akkor mit ezzel? És akkor én el szoktam hívni őket egy ilyen gasztrofesztiválra, hogy gyertek el, nézzétek meg, és akkor látjátok, hogy milyen sok mindent lehet igazából lenni. Még úgy lehet nagyon jól kivenni így a kígyó méregfogát, vagy a, jól mondtam, igen, a kígyónak a méregfogát, hogy visszakérdezek, és te mit eszel? Azt képzeljétek, egy átlag magyar ember 4-5 ételnél többet nem tud felsorolni. Én meg kapásból 3 nap alatt többet eszek, mint őt, ahogy fél év. Szóval igazából ezt lehet változatosan csinálni. A lényeg, hogy fontos ez a megfelelő táplálkozás, és hogy ez megvan, akkor az a pitta ez jól lesz tartva. Hiszen gondolj megint a tábor tűzre, nagyon nem mindegy, hogy a tűzre te milyen fát teszel, ugye? Ha túl nagy, túl nedves, túl görcsös, akkor nem fog a tűz úgy rákapni, nem fog úgy lángolni. Ha viszont pont jó a mérete, pont jó a szárassága, akkor rákap a tűz és le fog égni. Ugyanígy a megfelelő táplálék, az táplálja az agnit. A nem megfelelő, az kioldhatja. No? És fontos, hogy ez ott legyen, hiszen az emésztést ezt fogja végezni. Akkor a táplálkozással nagyon nem beszélnék többet, mert azt hiszem voltak még előadások ezen témában, inkább a jogára térnék át. Hogy amikor mi joga ászanákat végzünk, vagy pránájámet végzünk, akkor segítjük a testben a belső folyamatokat. Segítjük a kapadósának a szilárdságát megadni, segítjük a váltadósának a mozgékonyságát, és segítjük a pitának az erejét a mozgás által. Az ászanákat leginkább mi, hogyha sima hatha jogából indulunk ki, statikusan szoktuk megtartani. Ez jelenti azt, hogy bizonyos testhelyzeteket felveszünk és kitartjuk hosszabb ideig. Vannak előrehajlások, hátrahajlások, csavarások, oldalra döntések, fordított testhelyzetek. Most képzeljétek el, hogy tényleg most előrehajlok, vagy homorítok, vagy csavar. És hogy látjátok, hogy mozgok, akkor a mozgás által nem csak az izmokra hatok, persze mindenképpen arra is, hanem belső szervekre is hatok. Előrehajlok, összenyomom beleket, gyomrot, mit nyomok még össze?
hasnálmirigyet, így van, májat, tehát csavarok, akkor egyik irányba meghúzom ezeket a szerveket, másik irányba lazítom. Amikor homorítok, akkor az egészet kinyújtom. Ugye fordított testhelyzetben akkor magam a gravitációs erő másképp hatál. Tehát gyakorlatilag, amikor én az ászanák közben így mozgok, és kitartom tovább az ászanákat, akkor ezeket a belső szerveket úgymond megmasszírozom belülről. És ez nagyon jó, amikor létrejön egy ilyen belső masszázs, belső szerveknél, mert fölfrissülnek. Mindig ezt szoktam a diákjaimnak példának hozni, hogy gondold el, hogy akkor van egy szivacs a kezedben, hetes mindenki volt, ugye általános iskolában. Van egy szivacs, és akkor ugye törled le a tárlát, akkor az ugye halkarat, hanem bekoszolódik, koszos lesz. Mit csinálsz, hogy tiszta legyen a szivacsal? Mit kell csinálni? Egyrészt víz alá teszed, ugye folyó víz alá, csap alá, de nem elég csak a víz alá tenni, még elkezded nyomkodni, ugye? Szoktuk így nyomni, csavarni, össze-vissza, és akkor a víz és a nyomkodás átjárja, és akkor kijön a posz róla, vagy belőle, vagy a krétapor, és akkor megtisztul a szívet. Most gondold el, hogy a belső szervek is, amikor csinálják az emésztést, a méregtelenítést, kiválasztást, akkor ahogy a szivacs, ezek is itt bekoszolódnak. Na most azért a test azért ügyes, magát azt folyamatosan tisztítja, de ha túl eszed magad, vagy túl viszed a testben a méreganyagot, egy idő után el tud ez így telítődni. A spontán méregtelenítés nem nagyon tud megtörténni. Viszont ha rásegítesz, ahogy a szivacsra, kicsit megnyomkodod magadat, a belső szerveket, akkor ez így fölfrissül. És kijön mindenféle méreganyag, aminek nem kéne ott lenni. A vérkeringés, a nyirokkeringés és a szerveknek, a saját nedveinek a keringés az itt beindul, aktiválódik. És ez azért jó, mert akkor a belső szerveknek javul a saját funkciója, működése, így az egész emésztés kiválasztás javítódik. Tudjátok követni ezt a gondolatmenetet? Jó, szuper. És akkor, amikor ezek így javulnak, akkor jobban ellátják ugye a feladatukat. És az ászanákkal ezt meg tudjuk tenni, ezeket a belső szervi masszázsokat, és akkor ezzel tartjuk az agnit megfelelő erőben. Tehát az a tűz az ott van. Mint amikor tudod, van a tábortűz, és mindig rá van téve fa, hogy ne aludjon ki a tűz. Ugyanígy, amikor csinálod ezeket a gyakorlatokat, az mindig fa a tűzre. Jó? De hát a jogában ugye nem csak az ászanák vannak, amik tudnak segíteni nekünk, hanem ott van a pránajáma. A pránajáma az légző gyakorlatot jelent, amikor energiával töltjük fel a testet, illetve az energia áramlását segítjük elő a testben. Többféle légző gyakorlat van, ha már mélyítjük a légzést, az is pránajáma. Ha kilégzést, belégzést hosszítjuk, az is pránajáma. Szünetet tartunk a légzésbe, az is az. De léteznek kifejezetten olyan légző gyakorlatok, amik tüzesek, vagyis az agnit fokozzák. Ilyen a kapálabháti, a basztrikán. Hát leginkább ez a kettő, amik tüzes légzések, és segítik az emésztést és a kiválasztást. Illetve még ide sorolható emésztés javító légzés a méhasi légzés, amikor a tudó alsó részébe veszük a levegőt, az is fokozza az agnit, illetve ahogy a mozdul a hasfal, mozdul a rekeszizom, akkor a hasizom, a rekeszizom együtt a kettő masszírozza megint a beleket, a gyomrot, a májat, a léket, stb. Ott nem a mozgás masszírozza a belső szerveket, hanem a légző izmok masszírozzák. És akkor megint van ez az emésztés javító hatás. A másik, ami érdekes módon javítja az emésztést, az a relaxáció. A relaxáció azt jelenti, amikor tudatosan ellazítod a tudatodat és a testedet. De sokszor az emésztést az is gátolhatja, amikor nagyon be vagy feszülve. Ugye a test is be tud feszülni a feszültségtől, stressztől, idegességtől, ugye beáll a nyakad, beáll a derekad, merebb lesz az egész testen. De sajnos nem csak a testtel tud ez megtörténni, hanem a belső szervekkel is, főleg a gyomorral, belekkel, hogy beáll, bekemelszik. Korlátolva az anyag és az energia és a tápanyag ugye áramlását. Amikor te tényleg tudsz jól relaxálni, megtanulod, gyakorlod, akkor a testnek az izmait is el tudod lazítani, az a könnyebb, meg a belső szerveket is el tudod lazítani, gyakorlatilag ezt az egész területet puhává, könnyűvé, szabaddá tudod tenni. És gondoljál, hogyha itt minden így kilazul, akkor minden jól tud működni. Ugye? És a relaxáció ebben is nagyon jól tud segíteni. Már hogyha helyesen megtanulunk ülni, az is emésztés javító. Pont az előbbi elazásnál is ecseteltem, hogy gondoljatok bele, hogyha most irodában vagy, ülsz egész nap, hanyagatartásod, akkor így vagy, ugye?
És mi történik, mikor így van? Egy dolog, hogy gerincsérved lehet tőle, de a másik az, hogy folyamatosan összenyomod a beleket és a belső szerveket. Gondold el, hogy folyamatosan össze van nyomva a szivacs. Össze van folyamatosan nyomva egy szivacs, akkor semmi nem fog tudni áramolni. Semmi nem tudja megtisztítani. Mikor összenyomod folyamatosan magad belülről, nem tud semmi tisztulni áramolni. De csak annyit tesz, hogy kihúzod magad, már rögtön teret adsz a belső szerveknek, rögtön lehetőséget teremtesz arra, hogy azok eldazuljanak, és tudjanak mozogni, aminek mozogni kell, tudjon áramolni, aminek áramolni kell. Tehát a helyes testtartás is már emésztés segítő tud lenni, illetve hát a relaxáció, amikor lefekszel, és akkor tudatosan vagy magadba vezetsz egy szöveget, vagy csak elképzelsz, vagy egy külső hang, vagy egy tanár, aki vezeti ezt az egész folyamatot, és akkor lépésről lépésre a testi részeket, vagy a belső szerveket el lehet lazítani, és puhává tenni az emésztő szervrendszer. Tehát az ászanák is tudnak segíteni, az emésztésben a pránaján is tud segíteni, mint a relaxáció is tud segíteni ebben az egészben. És hát igen, ahogy az előbb az egész előadást kezdtem, a jogának az egyik eleme a táplálkozás, tehát az is fontos, hogy megfelelően étkezzünk, és akkor ezek együtt tudnak hatni az étkezésünkre, és hihetetlen fontos az étkezés, meg hogy az nem is az étkezés fontos, a dolog, hogy eszel. Persze fontos, mert élvezeti értéke van, és jó leső érzést ad, és a tudatnak örömet ad, és ez kell, ha ez is fontos, de inkább, hogyha most az egészséget veszük, nem az íz, az evés élvezete a lényeg, hanem hogy az a tápanyag, amit megeszel, az tényleg eljusson a sejtedhez. És gondolj, csak eszel, de minden csak átmegy rajtad, nem szívódik föl, akkor az egész hasztalan. És az a baj, hogy sok nyugati ember ma táplálkozik, illetve nem mozog, ez a kettő együtt pont azt érje el, hogy az emésztés sérül. A tápanyagok nem jutnak el, ahova kell, a test legyengül. Ez az egyik, hogy legyengül a test, ezzel egy időben a tudat is legyengül, az ember fáradékon lesz, ingervékeny lesz, depressziós lesz, antiszociális lesz, ez mind lehet a táplálkozás, a helytelen táplálkozás és emésztés miatt. De ha ez jól működik az ember, ennek jó lesz a kisugárzás, energikus lesz, nyitott lesz, tetrekész lesz, pozitív lesz, hihetetlen számít az, hogy ez megfelelően működjön. Tehát fontos, hogy ti is odafigyeljetek, hogy eddig esetleg nem tettétek volna. Mit tesztek, hogy mozogjatok, hogy megfelelően lélegezzetek, megfelelően üljetek, és megfelelően legyen itt a érzelmi világ is. Hát abban most nekem nincs idő belemenni, de nagyon fontos, hogy a érzelmi világunk, a tudatunk, a személyiségünk is rendben legyen. Hiszen tudjátok, biztos hallottatok a pszichoszomatikus betegségekről. Igazából jó azt mondja, hogy minden betegség az minden a tudatból, az érzelmekből jön. Ha belül minden rendben van, akkor a testben is minden rendben van. Nagyon leegyszerűsítve, merem ezt mondani, de azért nem teljes így a kép. És ebben pedig a lelki gyakorlatok, a meditáció, az életmód maga, ami tud segíteni. Tehát nagyon fontos az, hogy szemléled magad, hogy szemléled a világot, hogy szemléled magad és a világ kapcsolatát. Meg hát nálunk itt a vajsnavizmusban bejön az, hogy önmagam is Isten és vele való kapcsolatom milyen. Hogyha ezek a kapcsolatok és az érzelmi világ rendben van, a tudat is rendben van, akkor minden más rendben van, hiszen a tudat az, ami irányítja a testet, a tudat, ami irányítja az emésztést. Tehát ez is egy kulcs, hogy megfelelő életmódot végezzünk a jóga segítségével. Tehát egy ilyen 20 percet kaptam most, vagy fél órát. Igazából az a baj, hogy csak ennyi fér bele ebbe az egészbe. Viszont itt jelzik, hogy még egy kicsi időt kaptam, hogy van-e esetleg kérdésetek bárkinek, és akkor tudunk esetleg konkrétumokról beszélni. Mert nagy általánosságban nekem ennyi jutott eszembe, amit el tudtam nektek mondani. Ugye a jóga így tud segíteni az emésztésbe, de nektek van-e kérdésetek? Ha felteszitek a kezeteket, az úgy működhet. Nincs? Én mindig lefárasztottam a tanáraimat, én állandóan kérdeztem. Non-stop. Nektek is kell kérdezni. Persze nem kötelező. Jó, hát igazából akkor annyit tudok nektek mondani ezzel kapcsolatban, próbáljátok ki a jogát, amíg nem próbáltátok. Szuper lehetőség van itt a szomszédban, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolában. Tudtok jönni nem csak főiskolai diákként, hanem külsősökként is vannak tanfolyamok, gyakorlórák. Azt hiszem, ezt előttem szóló képes Andrea is elmondta a jóga bemutató után, szóval mi diákjaink szerepeltek. Úgyhogy várom titeket szeretettel, hogy kipróbáljátok a jogát és megtapasztaljátok az emésztés javító hatását is.
Egyébként sokkal-sokkal több hatása van, most csak ezt így kiemeltük. Az Íz és Gasztro Fesztivál miatt. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és itt voltatok. További szép napot, és finom ételeket kívánok nektek. Minden jót, Hare Krishna!